lejtő legaljáig így nem olyan erőteljes ez a szintemelkedés. Minimálisan át kell alakítani a kapuknak akkor itt a behajtót is, de a szabványok megfelelő véleményem szerint jó megoldás fog tudni születni. Az egyik kapubejárót mutatja a polgármesteri hivatal szakembere a Mátyás Király úton. A várost átszelő bicikliút építésének munkálatai főként a Lajosvárosban zajlanak most. A pályatestet itt már kialakították, a térkőburkolat hiányzik. Ezen a szakaszon a kerékpárút a járdával közösen húzódik majd, összesen 3 méteres szélességű pályatestet kellett kialakítani, amit a Mátyás Király út szintjéhez kellett igazítani a csapadék elvezetés miatt. Néhány helyen így a házak kapubejárói és az út között jelentős szintkülönbségek alakultak ki, de a polgármesteri hivatal szakemberei azt mondják, minden kapubejárót meg fognak építeni. Egy új kivitelezőt is bevontak, hogy felgyorsítsák a munkálatokat. Egy másik kivitelező bevonásával, egyfajta kapacitás növeléssel a kapubehajtókat próbáljuk külön rendezni. Erre már megkezdődtek a felmérések, a műszakellenőrzés, a kivitelezővel karöltve. Mindenhol úgy gondolom, hogy megfelelő műszaki megoldást fogunk tudni találni. Minden olyan problémás kapubehajtónál, ahol felmerülhetett kisebb apró gond, igyekeztünk a tulajdonosokkal is egyeztetni, bevonni őket abba, hogy ők milyen megoldást szeretnének. A csoportvezető hozzátette, egyeztetnek a lakókkal és igyekeznek tartani a határidőt is. Ha az időjárás is úgy akarja, november közepére végeznek a kivitelezéssel. Az Egert észak-déli irányban átszelő kerékpárút egyébként megközelítőleg 10 km hosszú lesz a korábban épített szakaszokkal együtt. A mostani munkálatok során 6,5 km-t alakítanak ki.